A Maros-Szentgyörgy környékén működő kórus egy azon 8 erdélyi település énekkara közül, amelyek a gyulafehérvári Caritas Superár gyerekkórusát alkotják. Őket látogattuk meg egy próbán, amelyen a hamarosan megtekinthető zenés előadásukra készültek. Ez a dalszöveg ihlette azt a koncertet, amely által a gyerekeket szeretnék bíztatni. Talpra. Vagyis engedjék el nehézségeiket, őrizzék meg az életleckékből levont tanulságokat. Ez a motiváló hitvallás, a bíztatás, amely a koncerten elhangzó dalokon keresztül jut kifejezésre. Ez az első szerre, mikor tudom csinálok ez a 2 éve, a Covid idő. Normál ezt csinálok egyszer egy éve, ha minden gyerekek együtt leszed egyszer egy éve, de nem tudtam, most csináltam 2 éve, és akkor mi nagyon várunk, ha ezt tudunk csinálunk a 150 gyerekek egy helyen. A koncertre 13 dallal készülnek, amelyek 5 nyelven hangzanak majd el. Hallottad ma az Afrika dal volt, egy angolul rock song volt, és a harmadik volt egy kurdisztán jön a dal. És ez valamit az kicsit unik nekünk, ha nem csak a gyerekek nyelv tanultuk a zene, hanem minden csak nyelv. Elena Ausztráliából érkezett és 10 éve él Romániában. Magyarul, románul és angolul egyaránt igyekszik kommunikálni a gyerekekkel, de azt vallja, hogy a zene az, ami igazán összeköti őket, és ami által létrejöhet a kapcsolat közöttük. Érzem, hogy tudom csinálom valamit, ha ez kicsi új itt, és ha nem mindenki, csak más emberek láttad ezt, és akkor ők is tanulja valamit, és tovább jön. És akkor nem csak én kell csinálnom minden, hanem ez egy kicsi mag, és megyek tovább. Igazából én nem tetszik, ha én vagyok, csak én, ha beszéltem ezt, mert jó, én vezet ezt, de van sok kollégak hátul, ha ők minden nap dolgozni a gyerekevel. Én megyek a minden 8 helyszín, de ők ott van minden nap, és ez az a legnehézebb munka, és igazából ők ezt kell gratulálok. Dósa Hanna, a Caritasnál dolgozó pszichológus vezeti a kórust a Maros-Szentgyörgyi és Csejdi gyerekek számára. Ők tavaly szeptemberben csatlakoztak a Superárhoz. 22 gyerek jár kórusra. Ez hetente 3-szor történik, körülbelül 1-1,5 órát tart. Ukulelézni tanulunk, csengőzni, tehát hangszeres tanulás is van. Van egy repertoárunk, ahol rengeteg dal van, és úgy próbálunk felkészülni most az elsődleges célunk a koncertre. Hanna úgy véli, ez a szociomuzikális tevékenység valóban jó hatással van a gyerekekre. Már most észlelhető, hogy jó hatással van a viselkedésükre, még a legcsintalanabbakére is. Igazából be szeretnénk mutatni, hogy minden gyerekben benne van a jó, és minden gyereknek értékei vannak, és hogy igazából mindenkiből ki lehet hozni a legjobbat, és ezáltal önbizalmat szeretnénk nekik adni a gyerekeknek, és tényleg szeretnénk, hogy megtapasztalják ezt a dicsőséget. A 8 településről összesen 150 gyerek hangja fog felcsendülni a május 2-ai koncerten. Ez a fellépés számukra egy óriási kihívás és lehetőség arra, hogy megcsillogtathassák a tudásukat. Mindenkit szeretettel várnak a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagy termében május 2-án 16:45-kor.